Kiabáló tüntetők fogadták a horvát egészségügyi minisztert, amikor a koronavírus járvány elleni legújabb intézkedések bejelentésére készült egy zágrábi kórházban. A fertőzések számának emelkedése miatt Horvátországban kötelezővé tették az Európai Uniós digitális COVID igazolványok használatát az egészségügyi intézményekben. Mindenkivel egyformán bánunk, nincs megkülönböztetés. Senkit sem kényszerítünk arra, hogy beoltassa magát, de a tesztelésre szükség van, hogy a munkánk biztonságát garantáljuk. Az én feladatom, hogy ezt megtegyem a horvát állampolgárok és a betegek miatt. Ezért vezettük be ezeket az intézkedéseket, és remélem, hogy alkalmazni is fogják őket. Egyetlen kezdet sem könnyű, mondta a horvát egészségügyi miniszter. A hétfőtől életbe lépő intézkedés szerint az egészségügyi dolgozóknak, illetve mindenkinek, aki kórházba megy, legyen az beteg vagy őt kísérő hozzátartozó, rendelkeznie kell az uniós védettségi igazolvánnyal, amit akkor kaphat meg, ha beoltatta magát, vagy már átesett a fertőzésen. Ennek hiányában hetente kétszeri tesztelés kötelező.